Úszósapka, törölköző a vállakon, így érkeznek a tanulók az úszodába minden nap. Van köztük olyan, aki egyáltalán nem, de van olyan is, aki már egészen nagy biztonsággal úszik a mélyvízben. Egy gyors csobbanás, és már is a vízben vannak a közös sorakozó után a tanulók. A szervezett úszásoktatási programban az általános iskolai harmadikos, negyedikes és ötödikes osztályok szakképzett úszásoktatóktól intenzív délelőtti tanfolyamokon sajátíthatják el az úszáshoz szükséges alapokat, majd fejleszthetik tovább tudásukat az iskolai rendszerben megvalósuló órákon. A 3 hetes kurzusokban az érintett tanulók az adott időszakban minden nap ellátogatnak az úszodába, ahol felmenő rendszerben kezdő, középhaladó és haladó szintű úszásoktatást kapnak. Először is első héten felmértük a gyerekeket, hogy ki mennyire tud úszni. Megtapasztaltuk azt, hogy ki kezdő, illetve haladó és mélyvizes. Haladókkal nyilván meg a mélyvizesekkel már a mélyvízben tudtunk úszni, a kezdőkkel viszont a medencébe, úgyhogy elkezdtük az oktatást, nyilván a gyors és hátúszással kezdtük az órákat, illetve sok-sok játékkal. A gyerekek délelőtti időpontban, iskola időben a tanmedencében vagy a sportmedence kijelölt sávjaiban tanulnak, attól függően, hogy éppen milyen szinten van az úszás tudásuk. Novák Dorina úszásoktató a Color TV érdeklődésére kiemelte. A gyerekek nagyon várják az úszodai foglalkozásokat, és elengedhetetlen fontosságú az, hogy biztonságosan tudjanak akár mély vízben is úszni. Nagyon fasztosnak tartom, mert országszerte ez már egy bevált rendszer, és úgy gondolom, hogy minden gyereknek kötelező lenne megtanulni úszni, hogy későbbiekben ezzel ne legyen gond, illetve az egészséges életmódra nevelést is nagyon fontosnak tartom, hogy sportoljanak a gyerekek, ne csak otthon üljenek a kanapénál, TV előtt. A diákok az első siklástól kezdődően lépésenként minden úszásnemet el fognak sajátítani. Egy adott tanévben egy úszásnemmel foglalkoznak az oktatók, majd a következő évben kezdődik a másik, attól függően, hogy a gyerek mennyire vízbiztos, illetve mennyire tudja elsajátítani az oktatott anyagot.